Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén az Egri Hittudományi Főiskolán átvették a diplomájukat azok a levelező tagozatos hallgatók, akik 1-3, illetve 5 éves képzésben készültek hitoktatói tevékenységre. 5 fő kapott katekéta lelkipásztori munkatárs diplomát, 5 személy vett át hittanár nevelő diplomát, valamint 6 pedagógus kapott katolikus hit és erkölcsoktató oklevelet a 2 fél éves felsőfokú szakirányú továbbképzés után. Dr. Dolhai Lajos rektor a hálaadó szentmisén tanításában Szent Péter és Pál apostolok ünnepére utalva úgy fogalmazott: ez az ünnep arra bíztat bennünket, hogy imádjuk az Isten fiát Péter hitével és Pál szeretetével. Mi a hittudományi főiskola tanárai bízunk abban, hogy az elmúlt évek tanulmányai segítették a mi végzős hallgatóinkat abban, hogy meg tudják vallani a hitüket. Abban is reménykedünk, hogy az itteni tanulmányok segítik majd őket abban, hogy majd a hittanórákon a kisebb-nagyobb gyermekeknek, vagy esetleg a felnőtteknek is érthetővé és elfogadhatóvá tudják tenni az apostoli hitvallás szavait. És abban is bízunk, hogy az itteni előadások meg a vizsgák segítették a mi végzős hallgatóinkat abban, hogy tökéletesedjék, erősítjék a hitük és a megváltó Jézussal való kapcsolatuk. Péter apostol hitvallása is arra sarkal bennünket, hogy imádkozzunk a hűség kegyelméért ebben a hitetlenségre hajló világban is. Hozzátette, a papokat és hitoktatókat is bátorítja az apostol példája, rámutatva, hogy Jézus Krisztus és a Szentlélek segítsége nélkül nem lehet eredményes a tevékenységük, fogalmazott beszédében dr. Dolhai Lajos rektor.